tudatos étkezés azt is jelenti, hogy kellő önismerettel rendelkezik az, aki egészségesen szeretne táplálkozni, és nem megbánni egy-egy késői vacsorát vagy a jó falatokat. Az egészséges táplálkozás ugyanakkor jelentheti a vegán, azaz az állati táplálékforrásoktól mentes életmódot is. Teljesen állati mentes, nem mindenmentes, állati tejtermék, húsáró, tojás nincsen benne. Teljesen vegán. Én ugyanis ezzel gyógyultam ki a betegségemből, tehát nekem van egy tapasztalati hátterem, és utána jártam ennek komolyan utána, és utána tanulmányoztam ezeket, mert természetesen először csak egy gyógyító étrendet kaptam, és utána mélyültem el ebben az egész tudományban, és én ezért tartom fontosnak, mert az embernek nagyon sok energiája lesz. Például nagyon sokan panaszkodnak arról, hogy idézőjelben kajakómájuk van mondjuk egy déli étkezés után, és a munkahelyükön nem tudnak úgy koncentrálni, nem tudnak odafigyelni, nem megy úgy a munka, inkább lefeküdnének aludni. Viszont, hogyha valaki így étkezik, akkor ilyen nincsen. Tele van energiával, és természetesen este, már amikor az alvás következik, a nyugalmi időszak, akkor másképp lehet táplálkozni, és akkor már azban is segít, hogy jól tudjunk aludni éjszakánként. Bár az egészséges táplálkozásra általában a hölgyek hajlamosabbak odafigyelni, és az urak csak egy kézlegyintéssel elintézni a figyelmeztetést, az előadásban elhangzottak az erősebb nem számára is megszívlelendő gondolatokat hoztak. Azt minden férfi tudja, milyen jó érzés telehassal eldőlni a kanapén, de egy bizonyos kor után már nehéz felmenni egy emeletes ház tetejére, vagy felmászni a lépcsőn, esetleg órákat focizni a barátokkal vagy a gyerekekkel. Aki pedig elhanyagolja az odafigyelést a testére, annak sok esetben a teste előre fog jelezni, ha bajt érez. A jelenlévő férfiak valószínűleg felmérték az egészséges táplálkozásban rejlő előnyöket, és megfontolják ennek jelentőségét. Természetesen a férfiaknak is nagyon jó a vegán táplálkozás. Elsősorban a nőknek a táplálkozása. Régi korokba visszanyúlva is már ez megfigyelhető volt. A férfiak ugye általában mindig erős fizikai munkát végeztek, és ezért ők sokkal, meg a szervezetük is olyan felépítésű genetikailag, hogy sokkal könnyebben lebontják az állati fehérjét, illetve az állati táplálékokat, a nők kevésbé. Tehát igazából a férfiak valamilyen szinten tudják ezt tolerálni, viszont nem mindegy, hogy ki milyen vércsoportú. Tehát annak alapján is meg kéne különböztetni. Egyéni táplálkozásra kell rászoknunk, és nem arra, amit az irányzatok adnak nekünk. Éppen ezért jó az egyéni táplálkozás, mert az egyén segíti, az egyéni táplálkozás. Ugyanúgy energetikailag, ugyanúgy a genetikáját, ugyanúgy a szaporodásnál nagyon fontos szerepük van, szerepe van a táplálkozásnak, és természetesen mivel hogy egyének mindenki külön egyén, külön egyéniség, mindenki másban erős, másban gyenge, és ha ehhez tudtát egy megfelelő táplálkozást hozzá tud tenni, akkor természetesen másképp éli meg a napjait. Szeretetteljesebb lesz, boldogabb lesz, már nem lesznek depressziós emberek körülöttünk. Valaki elkezd így táplálkozni, és ahogy tisztul a szervezete, úgy fogja megérezni, hogy milyen táplálékra van szüksége a szervezetének. Tehát hallgatni tud majd a saját szervezetére. Hogyha például reggel fölébred az ember, ránéz az appehelyre, és azt mondja, hogy fú, ezt nagyon meg szeretném enni, akkor az a napi táplálkozása az az. Viszont hogyha ránéz a kölesre, és azt mondja, hogy fú, ezt most meg nem tudom enni, akkor ezt nem is kell erőltetni, mert aznapra nincs rá szüksége. Tehát a szervezetünk nagyon okos, és nagyon sokat jelez nekünk, csak sajnos elnyomjuk ezeket a jeleket, és nem figyelünk oda. A szervezetünk kiabál a vitaminért, az ásványi anyagért, de nem a bogyókért, hanem a táplálkozásért. A program a Tolnai Praktika programsorozat keretében valósulhatott meg, ahol nem csak a konyhában rejlő lehetőségekre kapnak jó tanácsokat az érdeklődők, de további megfontolásra ajánlott ötleteket is kaphatnak az életvezetés és az öltözködés területéről is. Maga a praktika azért különösen fontos a hölgyeknek, hogy olyan eszmecseréket folytatunk itt, ami a nőket érdekli, lehet ez divat, táplálkozás, egészségmegőrzés, különleges utazásokra elviszük őket, és szerintem nagyon fontos az ember, hogy ne csak az online világban éljenek, hanem egy kicsit közösségi életet éljenek, hiszen a napjainkban egy kicsit áttevődött arra, hogy mindenki a számítógép mögé bújik, és otthon van a lakásában. Egy olyan közösséget alkotunk, ahol jól érzik magukat a hölgyek, és kicseréljük egymás gondolatait.
mesélünk egymásnak, beszélgetünk egymással ezért. A mai program pedig egy picit a húsvéthoz kötődik, ilyenkor ugyanis az emberek egy picit többet foglalkoznak az egészségükkel, főleg tavasszal, ugye méregtelenítés, egészségmegőrzés. Nagyon hasznos, így van, hiszen a bőrünk a legnagyobb egészségügyi szervünk, és mindig meglátszik az arcbőrön az, hogyha valaki belülről nem úgy érzi magát, akár egy emésztési zavar, akár lelki problémája van, az arcra az minden kitükröződik azonnal. Tehát nagyon fontos, hogy mit eszünk, mert abból alakul a szervezetünk, abból élünk. Aki pedig ezek után úgy döntött, kipróbálja, milyen egy vegán ételsor, az a megfelelő receptek birtokába is juthatott. Az persze már más kérdés, hogy a megszokott otthoni ízek közé hogyan sikerül majd becsempészni ezeket a fogásokat.